Itt van velünk Tóth Eszter Anna, az Avalon Resort Miskolc Tapolca kommunikációs és marketing igazgatója. Szervusz Eszter! Szia! Örülök, hogy itt vagy. Beszéljünk egy picit arról, hogy kiket vártok ti az Avalonban. Hát az Avalon azért különleges, és ezt még magunknak is nehezen fogalmaztuk meg, hogy mi egy hotel vagyunk, aminek van egy csodálatos parkja, vagy egy park vagyunk, aminek van egy nagyon jó szállodája. Ugye mi azért vagyunk különleges helyzetben, mert egyrészt hotelvendégeket, szállóvendégeket is várunk, és nekik kommunikálunk. Ugyanakkor vannak olyan attrakcióink, és olyan szórakozási lehetőségeink, amikkel a környékbelieket, a miskolciakat, illetve olyanokat, akik csak egy délutánra akarnak esetleg, vagy egy napra kiruccanni, olyanokat is szívesen várunk. Úgyhogy ez mindig is nehéz volt mind a marketingben, mind a kommunikációban megtalálni ezt a közös utat, de azt gondolom, hogy ez elég jól megfér együtt, hiszen a szálló vendégeink is nagy előszeretettel használják ezeket a szolgáltatásokat. Szálló vendégek tekintetében, de talán azt mondhatom, hogy a többi külsős vendég tekintetében is a gyerekes családok számára vagyunk szerintem a legvonzóbbak. Pont azért, mert olyan attrakcióink vannak. Egyrészt van a Maja játszóparkunk, ami 2500 négyzetméteres gyerekparadicsom, igen, pontosan, ahogy mondod, olyan játékelemekkel, amire még szerintem az anyukák meg apukák is szívesen felmennek, és kevés játszóházban én is tapasztaltam, amikor a gyermekem még kisebb volt, ahol fent ordít a gyerek, és te nyugodtan, bátran felmehetsz utána. Én is jártam még ilyen helyen, megmondom őszintén. Nincsen korlátozás, de tényleg úgy építettük meg, hogy akár a gyerekkel együtt is tudjanak játszani. Például ilyen a fánkcsúszda, ami le lehet csúszni, de mondom, bármilyen elemre fel lehet menni. Tehát együtt tudnak a gyerekekkel együtt, és vannak olyan más lehetőségek, hogy közben a felnőttek is ki tudnak kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy manapság egy családnak akkor igazi a pihenés, hogyha minden tagja ki tud kapcsolódni a családnak egyszerre. Anya, apa, ha tud pihenni, akkor az egy jól sikerült nyaralás. Igen, igen, és ezt nagyon szeretik a vendégeink, hogy ez nálunk megvan, ezt tudjuk nekik biztosítani, és tudják azt, hogy jó helyen van a gyerekük addig, amíg ők is kikapcsolódnak. Mert ugye egy zárt parkról beszélünk, tehát egy 5-6 éves gyereket mondjuk már a szülők simán, ha ráadásul nagyon sok visszajáró vendégünk van, ha több egyszerre vannak nálunk, akkor azt mondja, hogy menjél át nyugodtan a Maja játszóházba, kislányom, aztán majd, ha vacsorázunk, akkor megyünk érte. Tehát, hogy igazából tényleg egy jó helyen vannak, biztonságban vannak, tudnak rájuk az animátorok figyelni, és tényleg változatos a program is, amit még próbálunk abban még érdekesebbé tenni, hogy hétvégente, ha nem is minden hétvégén, meg ezeken a nagy ünnepeken pedig vannak olyan programsorozataink, amik azt gondolom már összefortak a mi nevünkkel. Lásd Halloween, amit 6. éve csinálunk, és ez egy olyan, először csak egy pár nap volt, most már ezt ilyen másfél hetes programmá tesszük, mert ilyenkor az egész park fel van díszítve, szellemek lógnak mindenhol, töklámpások, és az egésznek egy olyan hangulata van, hogy nem csak a szállóvendégek örülnek ennek, hanem tényleg a téli szünetben nap mint nap nagyon sok család látogat el hozzánk. Tehát külső vendégeket is vártok ilyenkor egyébként? Igen, hát a Maja játszópark és a Gokárt is mind a kettő olyan, hogy a külsős vendégek számára is nyitott, és előszeretettel várjuk őket is. Például most nyár elején nagyon sok csoportunk is volt, iskoláknak is van, hogy osztálykirándulás, vagy akármilyen támogatott program keretében hozzánk látogatnak el, és tényleg az a jó, hogy nagy a hely, tehát el is férnek. Ráadásul tavaly sikerült befejeznünk a belső játszóházat, mert hogy ugye azért az nagy gond volt, hogy szezonális mind a két attrakciónk, bár a gokártnál is úgy van, hogy mi biztatjuk az embereket, hogy van téli gumink, meg szöges-jeges gumink, meg az még izgalmasabb. Izgalmasabb, egyébként sokkal izgalmasabb. Igen, hogyha nagyobbat lehet driftelni, tehát ott is azért próbáljuk kihasználni, de mondjuk egy játszópark esetében hiába volt egy csodálatos Mikulás programunk, amire több mint 5000 jegyet tudtunk eladni, utána benne volt a csomagban, hogy a Maja játszóparkba bemehet, hát viszonylag kevesen mentek overallba csúzdázni. Most már megépült az a dzsungel játszóházunk, ami 400 négyzetméter, és azért itt a gyerekek a legújabb, legmodernebb különféle interaktív játékokat, van olyan mászófalunk, ahol világít, hogy a következő lépésben hova kell, akkor a trambulinunk is olyan, hogy... Költitek a trendeket, és nem egy szokványos játszóparkot képzeljünk el, hanem az új generációra optimalizált játszóparkotól ezek az elemek is megtalálhatóak. Igen, azt gondolom, hogy itt is muszáj lépést tartani avval, hogy a legújabb, a legjobb legyen, hiszen ezeket már úgy fejlesztik ki,
ki, hogy a gyerekeknek a különleges mozgásigényére, hogy tényleg arra is kell gondolnunk, és ez egy alapkoncepció volt a park megálmodásakor, hogy aki oda jön hozzánk, az egy olyan élményt kapja, hogy ne akarjon onnan kimenni. Tehát, hogy egy család eljön egy hétre, és volt, hogy fáklyás felvonulást szerveztünk az erdőbe, meg kitaláltunk dolgot, és nem akarnak kimenni a parkból. Tehát, hogy azt tapasztaltuk, hogy annyira jól érzik magukat, hogy nem akarnak kimenni. Én bevonul őszintén még soha nem jártunk nálatok, de mindig szemezgettem, és csak pozitív visszajelzéseket találkoztam. És kíváncsi voltam arra, hogy mi lehet a titok, mitől működik ez ennyire jól. De most már megkaptam szerintem a választ, mert onnantól kezdve, hogy a kicsi és a nagy is, apa, anya és a gyerek is tud kikapcsolni, szórakozni, és ahogy te is mondtad, elengedhetem a gyerkőcöt. Nyugodtan hátradőhetek, és azt hiszem, hogy egy kicsit én is pihenek, amíg a gyerek ugyanakkor jól érzi magát, és nem azon, hogy elhanyagolom, az szerintem minden megér. Én is azt gondolom, hogy ez az, ami megfizethetetlen, és ez a legnagyobb előnyünk, illetve még egy dolgot szeretnék kiemelni, és azt gondolom, hogy ez most ebben a helyzetben, ahogy egyre nehezebb munkaerőt találni, még jobban felértékelődik, hogy egy nagyon komoly brigád áll mögöttünk, minden egyes kollégánk oda teszi magát, és a visszajelzésekben is nagyon sokszor lehet olvasni azt, hogy mennyire udvariasak a dolgozóink, mennyire előzékenyek, mennyire segítőkészek, ez is egy ilyen alap dolog volt az elejétől, hogy folyamatosan képezzük őket, az embereinknek a nagy része tényleg évek óta velünk dolgozik, átvette már azt az attitűdöt, azt a mentalitást, és szerintem nem mindegy az, hogyha akár egy szobaasszony, egy karbantartó, egy pincér, aki szembe jön, az úgy köszön a vendégnek, akár a nevén szólítja, ha már visszajáró vendég, ezek mosolyog. Ezek olyan apróságok egyébként, amitől az ember igazán úgy érzi, hogy olyan fontos ott, tehát hogy tényleg érte vannak, és ezt szerintem nagyon-nagyon-nagyon kell a mai világban. Hogy... Én is azt gondolom, hogy egy utazás, én szerintem akkor arról szól, hogy arra az egy hétre érezd úgy magad, hogy itt most ez tökéletes, pontosan. És itt minden stimmel. Nagyon kevés időnk marad, de röviden beszéljünk arról, hogy most befejeztetek egy fejlesztést, ugyebár egy új részt alakítottatok ki, ahol nagyon szépek a szobák, azokat is lecsekkoltam, azt is ajánlom mindenkinek. Erről nagyon röviden még úgy ejtsünk egy pár szót. Igen, az erdei szárnyunkat azt tavaly decemberben tudtuk átadni, hát a vendégek sajnos csak idén tavasszal tudták elfoglalni, hála Istennek imádják, tényleg nagyon jó kihasználtsággal megy ez az új 15 szobánk, ez mind az erdőre néz, egy külön kis wellness részleg lett neki kialakítva, a parknak a hátsó részén, ami a viszonylag csendesebb rész, és minden szobának erdőre néző teresza van, Infinity medencével, kis erdei szaunaháza, saját koktélbárral. Na jó, ne is folytatjuk, mert teljesen kedvet kaptam. Remélem, hogy akkor tényleg üdvözölhetünk a vendégeink igen, rajta között. Leszünk. Nagyon szépen köszönöm, és én tényleg is köszönöm. Fantasztikus a hangzott minden, úgyhogy tessék oda ellátogatni és megnézni ezt a saját szemükkel, mert én innen így, ahogy elképzeltem, ez tényleg egészen csodás lehet.